Köszöntöm Önöket, ez a Pannon RTV szubjektív nevű műsora, a közéleti interjúnk. Mai beszélgetésüket itt Budapesten a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban folytatjuk le, ugyanis vendégünk Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Köszöntöm a Pannon TV nézői nevében is. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Szerbiában nem sokára választásokat tartanak, amely, mint már többször is megszoktuk, az elmúlt 10-20 évben mindig sorsdöntőnek ígérkezik. Ennek a fényében a magyar kormány is, hát úgy mondjam, beszáll a kampányba. Orbán Viktor magyar miniszterelnök úr támogatásáról biztosította a Vajdasági Magyar Szövetséget. Miért van erre szükség? Miért érzi ön úgy, hogy ki kell állni ismételten a magyarság mellett ott délvidéken, Vajdaságban? Szerintem nagyon fontos, hogy azzal is kifejezzük a nemzet összetartozását, a nemzet egységét, hogy kiállunk azok mellett, a partnereink mellett, akikre számíthatunk folyamatosan a nemzetpolitikai munkában. Hiszen nagyon sok olyan közös fórumot működtetünk, ahol igenis szükségünk van a határon túli partnerekre, akik és amely szervezetek minket segítenek abban a közös munkában, amelyet a nemzet összetartozása érdekében végzünk. Magyar Nemzeti Tanáccsal is jó a kapcsolat az anyaország kormányának, több témában is együttműködnek. Melyek a legfontosabbak, melyek a prioritások? Nem győzöm hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy van egy olyan régió a Kárpát-medencében, ahol sikerült egy működő autonómiát létrehozni, ahol az adott ország törvényei szerint szabályozott módon működik a magyarság önkormányzati intézménye, és olyan programokat tud megvalósítani, amelyek valóban az ott élő magyarságnak a megmaradását szolgálják. Éppen ezért nagyon fontos számunkra a Magyar Nemzeti Tanács, és nagyon fontosak azok a stratégiai programok, amelyeket elindítottak. Beszéltünk itt, legelőször is leginkább az oktatásügyéről szeretnék beszélni. Nagyon örülök annak, hogy nagyon sok oktatási intézménynek a fenntartói jogait át tudták venni, hiszen ez az a terület, ami leginkább fontos a következő felnövekvő nemzedék megtartása szempontjából. Ezért az iskolákat tenném első helyre, de ugyanígy a kulturális intézményeket, és nagyon nagyra tartom azt a munkát, amelyeket az elkészített stratégiák érdekében végeztek, és nagyon örülök annak, hogy egy olyan gondolkodás indult meg, amelyre építve fogunk tudni a közeljövőben is dolgozni. Ha már itt az alapító jogokról beszélünk, ugye a törvény adott, az államilag szabályozott, megvan erre lehetőség, viszont egyes önkormányzatok, és nem árulok el nagy titkot, azt mondom, hogy Szabadka, Zenta és még pár önkormányzat, hát úgy mondjam, nem a legegyüttműködő partner az alapító jogok átadásában. Ön mire véli ezt, hogy mondjuk egy állami szinten van egy kerettörvény, amely ezt megengedni, aztán önkormányzati szinten vannak bizonyos nézeteltérések? Ha van valami változás, és van egy új intézmény, akkor azt meg kell szokni mindenkinek. És az bizony egy tanulási folyamat, és azt is meg kell szokni, hogyha új jogosítványai lesznek, vagy lettek pontosabban a vajdasági magyarságnak, és bizony akkor a helyi önkormányzatnak bizonyos jogosítványairól le kell mondania, vagy azt megosztva kell gyakorolni. Ez természetes, hogy ilyenkor a régi reflexek élnek, sokan megpróbálnak ellenállni ennek a folyamatnak. Én örülök annak, hogy már vannak bírósági ítéletek, amelyek igenis igazat adtak a Nemzeti Tanácsnak, és segítik ennek a folyamatnak a továbbvitelét. Én azt remélem, hogy egy-két év múlva természetessé válik már ez, és nem fognak működni ezek a régi reflexek, és természetes az a folyamat, ahogy a Nemzeti Tanács ezekben a kérdésekben döntő szerepbe jut. Ebben az ellenségeskedésben vagy elutasításban lát-e szándékosságot vagy erőpolitikát például? Én úgy gondolom, hogy inkább tényleg a régi megszokások és az eddigi pozíciókhoz való ragaszkodás az, ami dominál. Én azt hiszem, hogy minden intézménynek elfogadottnak és bejáratottá kell válnia, ehhez idő kell. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy-két év múlva már ezek a kérdések nem is lesznek kérdések. Az állampolgársági eskük sorakoznak, szaporodnak, hogy úgy mondjam, egyre többen kapják meg az állampolgárságot. Úgy néz ki, hogy nem is csökken azoknak a száma, akik folyamatosan kérik az új magyar állampolgárságot, a honosítást. Mennyiben járul ez hozzá ahhoz, mennyiben illeszkedik ahhoz a folyamathoz, amit az előbb is említettünk, ugye, hogy egyrészt az MNT munkája, az alapítói jogok, az oktatás, és emellé még társul egy magyar állampolgárság. Ez a nemzeti öntudatot, a nemzeti megmaradást mennyiben segíti elő? Mik a tapasztalatok? Nagyon fontos volt az, hogy amikor 2010 májusában megalakult az új parlament,
az első intézkedések között fogadta el az egyszerűsített honosításról szóló törvényt, tehát amely lehetővé tette azt, hogy a határon túlélő magyarok is felvegyék a magyar állampolgárságot. Ez egy mérföldkő volt. Azt mi le akartuk fektetni, hogy az eddigi irányvonallal egy egyértelmű szakítás történt a nemzetpolitikában, és egy teljesen más szemlélettel fordul Magyarország a határon túli közösségek felé. Ezért volt nagyon fontos szimbolikusan is, de ahogy látjuk, a gyakorlati következmények tekintetében is fontos ez az egyszerűsített honosításról szóló törvény, tehát ennek a lehetővé tétele. Azt mondták nagyon sokan, hogy jó, a kezdeti fellángolás az működik, de utána majd le fognak csengeni ezek az ügyek. Számomra az, hogy most is annyian kérik, most is időpontot kell kérni, hónapokra előre kapnak időpontot, és nem csökken a kérelmezők száma, ez azt mutatja, hogy igenis ez egy olyan élő igény, ami nagyon fontos a határon túliak szempontjából. Hiszen nem csak Szabadkán, hanem Erdélyben és máshol is folyamatosan jönnek az igénylők, és nem csökken a számok. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon régi adóságát kellett törleszteni a magyar kormánynak, és talán sikerül azokat a sebeket most beheggeszteni, amelyek például a 2004. december 5-i népszavazás kapcsán keletkeztek. És igenis egy élő összetartozásról beszélünk, és az, hogy most a határon túliak közjogilag is Magyarországhoz tartozhatnak, ez azt jelenti, hogy a magyarságukat egy olyan új formában tudják megélni, ugyanúgy formában tudják az összetartozást megélni, ami egy olyan lökést ad újra a magyar nemzethez való tartozásnak, ami igenis nagyon fontos, és amire mi a jövőben is fogunk tudni építeni. És zökkenőmentes ez a folyamat? Abszolút zökkenőmentes. Ez egy nagy kihívás volt egyébként a magyar közigazgatás számára, hiszen nem kicsi feladat. Azt hiszem ilyen... Csak belegondolva több százezer igénylő néz szembe az ügyintézőkkel. Így van, és ez az államigazgatás számára ugye több százezer aktát jelent, az igénylőket, magát az állampolgársági kérelmet, a névváltoztatási kérelmet, ennek azért megfelelő apparátust kellett teremteni. Én azt hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt még ekkora feladat, és én nagyon örülök annak, hogy zökkenőmentesen megy. Tehát nincsenek tumultuózós jelenetek, nincsen sorbaállás, pontosan időpontra tud jönni mindenki. Zajlik a folyamat. Tudjuk tartani azt a 3 hónapos határidőt, ami nagyon rövid, hiszen eddig években volt mérhető, ez csak akkor nő, hogyha különböző hiánypótlás van, vagy biztonsági ellenőrzések vannak, tehát ez egyébként a 3 hónap is lehet, is tudjuk tartani, és most már 150 ezeret közelíti azoknak a száma, akik le tudták tenni az állampolgársági esküt. Említette az imént, hogy vannak ilyen biztonsági ellenőrzések, ugye nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek egy-két személy. Arra tudunk-e valamiféle adatot mondani, vagy ez annyira titokzatos, hogy ezt nem is lehet így megemlíteni, hogy hány százalék az, aki... Teljesen elenyésző. Tehát azt tudom mondani, hogy teljesen elenyésző. Pontos adatot nem tudok önöknek mondani, de teljesen elenyésző, akit ugye egyrészt nemzetbiztonsági kockázat, másrészt általános közbiztonsági kockázat is, tehát a rendőrségi problémákat is szülnek, de gyakorlatilag elenyésző, akit emiatt fönnakad azon a bizonyos rostán. De mit jelent ez, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent? Erről sokat beszéltünk, csak még így nem tudhatják a nézők meg. Hát ezek azok a bizonyos szervek, akikről nem szoktunk nyilvánosan beszélni, és akik az állam biztonságát védik, őnekik is egy ilyen biztonsági szűrűn át kell mennie mindenkinek, de mondom, tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon kevesen akadnak fönn ezen a szűrőn, viszont nagyon fontos, hogyha esetleg lennének olyanok, akik hátsó szándékkal, rossz szándékkal próbálják fölvenni az állampolgárságot, és szeretnének így bizonyos lehetőségekhez jutni, azokat ki tudjuk szűrni, hiszen ez a magyar állambiztonsága szempontjából fontos. Egy újabb fordulat is keletkezett azáltal, hogy a Fidesz-KDNP kormány megalakult, azóta ismét újjegy lett a Máért, és már nem is egy ülés tartott. És ezeken az üléseken már most már nemzetpolitikai stratégiát is elfogadták, amelyen azt gondolom, hogy ismét egy újabb mérföldkőnek nevezhetjük. Mit tartalmaz igazából ez, vagy mit adhat a Kárpát-medence és a világ magyarságának, hogy úgy mondjam? Mi számunkra fontos volt, hogy újjáélesszük a nemzeti összetartozásnak ezeket a gyakorlati intézményeit. Hiszen, ahogy mondtam, rögtön a parlament megalakulása után az elvi alapokat lefektettük. Ezt egyébként az új alaptörvény megalkotásával ért véget ez a folyamat. De nagyon fontos volt, hogy ezt az összetartozást a gyakorlatba is átültessük. Éppen ezért újra élesztettük azokat az együttműködési fórumokat, amelyek működtek már, hiszen a Magyar Állandó Értekezlet az 1999-ben alakult meg, csak az elmúlt szocialista kormány alatt volt egy 6 éves szünet, és éppen ezért 2010 novemberében tudott újjáindulni, és tavaly novemberben szintén volt egy ülés. Én azt tudom mondani, hogy ez egy olyan lehetőség,
hogy valamennyi határon túli közösségnek a képviselői össze tudunk ülni. És szintén kiemelném, amit ön is említett, a nemzetpolitikai stratégiát, amit a tavaly novemberben fogadott el a Máért ülése. Elkészítettünk egy olyan koncepciót, amire egy közép-hosszú távú stratégiát tudunk építeni. Tehát, hogy melyek azok a folyamatok, melyek azok a pontok, kérdések, ahol mi választ kell adnunk és döntéseket kell hoznunk, hogy tudjuk segíteni a határon túli közösségeknek a megmaradását, gyarapodását, fejlődését. Az intézményfejlesztés a legfontosabb kérdés ebből a szempontból, tehát az, hogy tudjunk olyan új intézményeket létrehozni, illetve a meglévő intézményeket támogatni a határon túli közösségekben, amelyek a közösségek összetartozását segítik. És ebből a szempontból is kiemeltek az oktatási intézmények, és éppen ezért a 2012-ben mi egy új programot indítunk, ami erre a stratégiára alapoz, és azt tudom mondani, hogy ennek a nemzetpolitikai stratégiának az első gyakorlati megvalósulása. A 2012-t a külhoni magyar óvodák évének neveztük el, hiszen azt szeretnénk, hogyha minél több magyar gyermek magyar intézményekben folytatná végig a tanulmányait. És nagyon sokszor látjuk, hogy a legelső ponton eltől a dolog. Tehát, hogyha legelőször nem az anyanyelvén kezdi, mint nem is az iskolát, hanem az óvodát a gyermek, akkor sokszor az kihat a későbbiekben is. Éppen ezért szeretnénk segíteni a külhoni magyarokat, a magyar szülőket abban, hogy magyar oktatási intézményen, magyar óvodába adják a gyerekeket. Elindítunk ezzel kapcsolatban egy olyan programot, amely bemutatja a magyarországi, egyébként méltán világhírű óvodapedagógiai módszereket. Szeretnénk, hogy ezzel megismerkednének a határon túli óvónők is. Szeretnénk ezzel kapcsolatban egy körutat tervezünk, ahol bemutatjuk ezeket a módszereket. Itthon pedig Magyarországon továbbképzést tervezünk, majd nyáron, és szeretnénk ezeket a módszereket majd DVD-n, könyvek formájában is eljutatni a határon túli óvodákba. Mi azt szeretnénk, hogyha vonzóvá tennénk ezeket az intézményeket, és a szülők látnák, hogy tudunk valami pluszt adni a gyermekeknek. Nem csak abból a szempontból, hogy a magyar identitását, a magyar nyelvtudását sokkal jobban tudja megélni és fejleszteni ezekben az intézményekben, hanem azokban a módszerekben is egy pluszt, egy többet tudunk adni nekik. Ehhez kapcsolódik épp a napokban járt Szabadkán, argentinai magyar pedagógusok jártak Szabadkán, akik a környezetnyelv oktatásáról próbáltak tájékoztatást kapni Szabadkán is. Ez mutatja talán azt is, hogy bármilyen több ezer kilométer választja el egymástól a magyarokat, azért meg tudják találni egymást. Ez az a legjobb mód, hogy tényleg a gyakorlatban is meg tudjuk élni a mi összetartozásunkat, és nagyon örülök, hogy a Máért munkájába új módon tudjuk bevonni a nyugati diaszpóra tagjait is, hiszen tavaly novemberben megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács. Ez is egy régi adósága volt a magyar kormánynak, hiszen gyakorlatilag az elmúlt 20 évben a diaszporával nem nagyon foglalkoztunk. Hát még mások is a problémái egy diaszporának, mint egy kárpátaljai vagy egy vajdasági. Így van, magyarnak. Teljesen más módon kell hozzájuk fordulni, teljesen más kérdésekre kell választ találni, de ugyanakkor ők is a magyarságokat szeretnék megélni, és ők is szeretnék azt továbbadni a következő nemzedékeknek. Éppen ezért jött létre a Diaszpora Tanács, 50 szervezetet szólítottunk meg szerte a nagyvilágból, eljöttek a képviselői Budapestre. Keressük most azokat a programokat és lehetőségeket, amelyek az ő megmaradások, a helyi problémáik szempontjából fontosak, és nagyon fontos, hogy a Diaszpora Tanács küld résztvevőket a Máért ülésére, és ez az a fórum, ahogy meg tudjuk találni azokat a közös pontokat, hogy például az argentinai magyarok tudnak kérdezni a vajdaságban, esetleg ők is el tudják mondani az ő tapasztalataikat, és akkor egy olyan együttműködést alakulhat ki, amiből valóban mindannyian tanulhatunk. És az is nagyon fontos, hogy azok a határon túli területekről elszármazottak, például vajdaságból, akik elmentek mondjuk Argentinába vagy Ausztráliába, és eddig ők nem vehették fel a magyar állampolgárságot. Tehát például Sydneyben egy magyar közösségben élt egymás mellett egy Budapestről kivándorolt, meg egy mondjuk Szabadkáról kivándorolt magyar. A Budapestről kivándorolt magyar ugye a rendszerváltás óta megőrizhette, vagy visszavehette a magyar állampolgárságát. De aki mondjuk Szabadkáról vándorolt ki, ő nem vehette föl. És mondjuk ezt az egyenlőtlen helyzetet is megszüntettük, amit nagyon tudom, hogy nagyon sokszor bántotta a határon túli, a diaszporában élő magyarokat. Erre is a mostani egyszerűsített honosítás az megoldást és választ ad. És a Máért mennyire lehet egy konszenzus teremteni akár az anyaországi, akár a külhoni magyar pártok között, mert azt akarva akaratlanul is látjuk, hogy eléggé tagolt a magyarság politikai szerveződése, és itt nem csak a magyarországi belpolitikára gondolok, hanem akár egész Kárpát-medencében.
Ebből a szempontból szerintem nagyon jó a Máért működése. Valahogy ott tényleg az összetartozás és a közös problémáknak, a közös válaszoknak a keresése az, ami jellemző. Amikor 6 év után újra kezdte a működését, tulajdonképpen az első ülés az nem szólt semmiről, csak azt, hogy mindannyian örültünk annak, hogy újra együtt lehetünk. És leültek egymás mellé az emberek. Így van. És akkor az asztal körül olyanok ülnek egymás mellett, akik otthon esetleg nem beszélnek egymással. És ez lehet a magyar parlament is, vagy lehet az erdélyi politikai élet is. És számomra ez egy nagyon fontos jelzés, hogy tavaly novemberben mindenki egyhangulag fogadta el a nemzetpolitikai stratégiát, azok is, akik egyébként nagyon sok kérdésben teljesen eltérő álláspontot vallanak, de ebben a kérdésben meg tudtuk találni a közös nevezőt, és mindannyiunk számára olyan elveket és olyan elvárásokat tudtunk lefektetni ebben a stratégia anyagban, ami mindenki számára elfogadható volt. Lezajlott a népszámlálás Magyarországon is, Szerbiában is. Magyarországi adatokat épp a napokban hallottuk, hogy 9.980 valahány ezer magyar él most az anyaországban. Szerbiában is csökkent a lakosságnak a lélekszáma, azt viszont még nem tudni, hogy a nemzetiségi arányok milyenek. Mire számítanak igazából? Ugye a tendencia azt mutatja, hogy mindenhol csökken a magyarság. Miként lehet ezt visszafordítani? Pontosan ezekre a kérdésekre keresünk a választ a nemzetpolitikai stratégiában. Tehát hogyan válhatnának a magyar közösségek gyarapodó közösségek, és itt több szempontot kell vizsgálni. Számbelileg gyarapodó közösségek hogy lehetnek, a számbeli mellett gazdaságilag hogy lehetnek gyarapodó közösségek, kulturálisan és jogi szempontból is hogy lehetnek gyarapodó közösségek. Ezekre mindegyikre több rétegű választ található, és pont azért kell megvizsgálnunk, hogy melyek azok a kérdések, amelyek segítik az adott közösséget. Abban, hogy ne érezze úgy, hogy el kelljen vándorolni a szülőföldjéről mondjuk gazdasági okok miatt. És kinek mekkora szerepe ebben? Mert ugye itt nem lehet csak azt válni, hogy majd Budapest megoldja. Ez így van, de azért Budapesten is nagyon sok múlik, mert az egyik alapvető szempont, hogy valaki büszke tudjon lenni arra, hogy ő magyar. És jó dolog legyen arra gondolni, hogy ő magyar, és jó dolog legyen Magyarországra gondolni. Tehát, hogyha Magyarország egy olyan országképét tudja mutatni, amelyre büszkék lehetnek a határon túli magyarok. Egy olyan országképét tudja mutatni, amely kiáll a saját értékei és érdekei mellett. Amely igenis mindig egyértelműen, nyíltan, mindenki számára világosan kiáll a nemzeti érdekek érvényesítése mellett, az talán többet adhat sokszor, mint azok a gazdaságilag sokszor hiányzó eszközök, amelyek most per pillanat nem állnak a rendelkezésünkre. De hogyha valaki jó érzéssel tud Magyarországra gondolni, és tudja, hogy a magyar kormány támogatása ott van mögötte, hogyha őt mondjuk valamilyen sérelem éri a magyarsága miatt, az egy olyan plusz erőt ad, ami igenis segít a hétköznapi problémáknak a megoldásában. Ott is van szerepünk, tehát nagyon fontosak azok a gazdasági együttműködések, amelyeket most kezdünk kiépíteni. Hiszen most, hogy Szerbia megtette egy lépést az Unió felé, nagyon sok olyan új lehetőség fog megnyílni a határon átnyúló együttműködések terén, hiszen az Unió erre plusz forrásokat biztosít, amivel szerintem olyan új gazdasági forrásokat tudunk bevonni a határon túli közösségek és a vajdasági magyar közösség életébe is, ami segíteni fogja a mindennapi megélhetést is. És ez csak az önkormányzatokat érinti, vagy akár a kisvállalkozókat is? Nem, ez vonatkozik önkormányzatokra, kisvállalkozókra, a vállalkozások életét is szeretnénk ezzel segíteni. Tehát így kerül a gazdaságban a nemzetpolitika. Így van. Most a támogatásokról még beszélgessünk egy kicsit, ugye a Bethlen Gábor alapnak a pályázatai nyitva vannak most jelenleg. Mire számíthatnak a határon túli magyarok, intézmények, civil szervezetek, mekkora az a keret, és igazából hogy áll ez a történet most? A tavalyi évben fejeztük be a egész támogatáspolitika rendszer átalakítását. Ebből a szempontból a legfontosabb a nemzeti jelentőségű intézményeknek a megújítása. Ezt még az előző kormányzati ciklus alatt hozták létre ezt az intézményt, de át kellett gondolnunk. Létrehoztunk egy új kritériumrendszert, amit a Máré ülésén fogadtak el a tagszervezetek, és megkértük a határon túli szervezeteket, hogy ajánljanak intézményeket ebbe a körbe. Így jött létre az a lista, amit a tavasz elején nyilvánosságra hoztunk a Bethlen Gábor alapnak a honlapján, ez megtekinthető. Nagyon örülök, hogy olyan sok új kezdeményezése a Magyar Nemzeti Tanácsnak benne van, mint például a szorványprogram, a felsőoktatási ösztöndíj program, vagy például a kulturális programok, hiszen ezek azok az intézmények, amelyek legjobban segítik a megmaradást és a fiataloknak a továbbtanulását, ami egy kulcskérdés. Tehát lényeg az, hogy
A határon túli szervezeteket kértük meg, a MÁJ-nak a határon túli tagszervezetét, hogy ajánljanak intézményeket ebbe a körbe, és mi azon igyekeztünk, hogy ide tudjunk az eddigieknél több forrást biztosítani. Úgyhogy ki tudtuk bővíteni a nemzeti jelentőségű intézmények körét, de emellett meghirdettük az eddigi pályázatokat is, tehát természetesen az oktatásnevelési támogatásokra is lehet majd pályázni. Meghirdettük azokat a pályázati forrásokat, amelyek az oktatás és kultúra tárgyában civil szervezetek számára nyitottak, és idén is meghirdettük a határtalanul osztálykirándulási programot, amely pedig azt fogja szolgálni, hogy a magyarországi és határon túli iskolák tudjanak egymással találkozni, cserekapcsolatokat kialakítani, és a gyerekek tudjanak minél több közös dologba, közös élményben részt venni. Médiának milyen szerepe van a magyarság megtartásában? Itt visszacsatolnék a nemzeti jelentőség intézményekhez is, hogy a Pannon RTV is, mint ilyen vajdaságban szerepet kapott. Így van, nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok a legfontosabb médiumok minden régióban, amelyek elérik az ott lévő magyarságot, és valóban meg tudnak mindenkit szólítani, azok is megkapják azt a támogatást, amely szükséges ehhez a munkához, és éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy a VMS jelölte a Pannon RTV-t a nemzeti jelentőségek intézmények köré, és így tudtuk biztosítani ezt a támogatást. Köszönjük szépen a beszélgetést, és várjuk Önt legközelebb is Vajdaságban, hiszen eléggé sűrűn jár mi nálunk. Én gondolom, nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy talán a kampányban Ön is meg fog jelenni egy párszor itt nálunk. Fogok menni a kampányba, és mindig nagy örömmel, és nagyon szívesen megyek. Köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést, Önöknek is köszönöm, kedves nézőink, a figyelmet, viszontlátásra!